Szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézét, ez a Pax TV adása, a Csendes Percek műsora. Az igéből szeretnélek bátorítani téged a Lukács Evangéliuma első része a 67. versből. Nagyon megszólított ez az ige, apja Zakariás pedig beteljesedett Szent Szellemmel. És így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és válságot szerzett neki. Apja Zakariás. Ugye itt a bemerítő János édesapjáról szól ez a családi történet, ahogy ő megszületett, bemerítő János, ahogy az édesapja, asszisztált ehhez a, ebben a folyamatban, ebben benne volt egy isteni cselekmény. És úgy olvassuk, hogy az édesapjára egyszer csak rászállt a Szent Szellem. Beteljesedett Szent Szellemmel. Annyira kívánom, hogy ez újból és újból be tudjon következni az életedbe, hogy beteljél a Szent Szellemmel, a mennyből jövő Szellemmel. Ne csupán a belegyél telve a napi gondokkal, belegyél telve a keserűséggel, betelve sokan, sokféle módon vannak betelve, de én kívánom, hogy ne a keserűséggel, ne ennek a világnak a gondjával, ne a mindennapok, ér, mindennapok terheivel legyél betelve, hanem legyél betelve a mennyei szent szellemmel, aki az erőnek a szelleme, a józanságnak, a szeretetnek a szelleme, az igazságnak a szelleme, az életnek a szelleme, és sokféle neveket sorol fel a Biblia, aki a vigasztaló, a bátorító, a segítője, a mennyei atya által kiküldött szellem, aki azért lett különböző, Kiküldve, hogy ott legyen melletted és segítsen téged. És Zakariás beteljesedett ezzel a szentszelemmel, és így profétált. Az a helyzet, hogy a beszéded mindig olyan lesz, ami van benned, amivel be vagy teltve, mert a szív teljességéből szól mindig a száj. És én bátorítalak, hogy keresd a Szent Szellemmel való közösséget. Így az Adventnek az idején is keresd a Szent Szellemmel való közösséget, mert ha betelsz a Szent Szellemmel, az Isten beszédeit szólod. Ha a világgal vagy megterve, paráznasággal, pénzügyi dolgokkal, a mamonnal, akkor annak a beszédeit szólod de amikor az Isten beszédeit szólod, az fantasztikus. És nézd meg, hogy mit szólt Zakariás, bemerítő János édesapja, ez egy fantasztikus üzenet volt, áldott az Úr. Amikor be vagyunk telve, szent mindig így kezdünk. Dicsőséget adunk az Istennek. Mindazért, ami tett, és amit tesz az életünkbe. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Tudod, mivel kapcsolatban mondta ezt? Zakariás, ahogy betelt szentszellemmel megnyílt a szeme az Istennek a tervére. Elkezdte látni, hogy a menyei atya a láthatatlanban és a láthatóban mit cselekszik, és elkezdett dicsőséget adni az Istennek. És elkezdte meglátni egy pici gyermek születésében, hogy egy isteni meglátogatás jött el Izrael nép, és a Földön élő emberek életében, Jézus Krisztus személy által, és ez Jézus születésével vel, vel kezdődött, amikor Isten maga lett emberré, ott indult el ez a menyei meglátogatás, és elkezdte Zakariás látni ezt. Én kívánom, hogy lásd meg, hogy milyen korszakalkotó szerepe volt annak, hogy Jézus Krisztus eljött a Földre. Figyelj, nem véletlen, hogy az emberi időszámítás, a kronológiát ehhez igazították, és Krisztus születése előtt és után két korszakra bomlott az emberiség története, de hiszem, hogy a te életedben is így van. Hogyha megérted, hogy Jézus születése. Egy isteni meglátogatás. Elhiszed, akkor neked is részed lesz egy mennyei meglátogatásba. És onnantól a te életedben is két korszak kezdődik. A megtérésed előtti korszak, a Krisztus nélküli korszak, és a megtérésed után, amikor Krisztus újjászülte a te életedet. Egy új korszak kezdődik. Tehát erről profétált Zakariás. Az Isten beszédeit szólt a miről, hogy meglátogatta a népét. Én kívánom, hogy az ünnepek úgy teljenek el, hogy ebbe a mennyei meglátogatásba részed legyen. Mert hogyha meglátogat téged, akkor megtapasztalod az ő váltság művét, hiszen ő azért látogatta meg, hogy váltságot szerezzen, megtapasztalod az ő áldását, az ő örömét. Úgyhogy kívánom, hogy tekints erre a meglátogatásra. Kívánom, hogy te töltekezz be te is szent szellemmel, hogy tudjad beszólni az Isten hatalmas dolgait és részed legyen ebben a mennyei meglátogatásban. Isten áldjon meg!